Online petíciót indít az MSZP, a párt azért kezd aláírásgyűjtésbe, hogy elérje, több tesztet végezzenek, megfelelő egészségügyi ellátást kapjanak az emberek, a kormány pedig emelje az egészségügyben dolgozó fizetését. Vendégünk Harangozó Tamás. Jó estét, képviselő úr! Elégtelennek ítéli azt, amit a kormányzat tesz? Mert hogy egyébként előbb is hallottuk, egy eléggé kompakt csomagnak tűnik. Nyilván nem boldog tőle mindenki, mert nem érvényes mindenkire. Lehet érvényes csomagot készíteni, ami minden embert ugyanúgy ment ki, és ugyanúgy támogat meg? Én hallgattam Orbán államtitkár úrnak a mondókáját, és hadd utaljak vissza például az elejére. Ő azt mondta, hogy abban bíznak, hogy a gazdaságot újra lehet indítani, hiszen azok a szektorok, amik a járvány miatti korlátozások miatt leálltak, azok a korlátozások elmúltával újraindulhatnak. És ugye nagyon sokszor ültem itt, és beszélgettünk arról, hogy mi mit kérünk és mit szeretnénk. Itt megint elhangzott Orbán úrtól az, hogy mi megszorításokba gondolkodunk, meg segélyekbe. Árulja nekem valaki... Megszorítás talán most nem mondta, segélyek is mondta. Szó szerint mondta, megszorítás és segély, ez a baloldal programja. Segítsen már majd nekem, de lehet, hogyha nem megy el, akkor megkérdezem tőle személyesen is, hogy abban, amit mi kértünk, hogy például azokban a szektorokban, ahol állami korlátozás miatt nem tudnak a cégek dolgozni. Például? Ja, például a kiskereskedelem, például a vendéglátás, amit sokszor elmondtunk a környező országokon, például Csehországban, ahol az állam azt mondja, hogy nem nyithatsz ki, ott ő a bérek 100%-át átvállalta. Ahhoz képest Magyarország meg a magyar kormány ezen a területen mit csinált? És ez hol megszorítás? Az, amit tegnap előtt a Népjóléti Bizottságban 5 pontos javaslatunkat leszavaztak, és ami miatt petíciót indítunk az interneten is, hogy az emberek támogassák, hogy tudjunk neki erőt adni, abban hol van a megszorítás, Rónai úr, hogy amit kértünk, az egy teljesült, hogy az egészségügyi dolgozók legalább egyszer 500 000 forintot kapjanak, de kértük azt is, hogy a szociális ellátását a nyugdíjas otthonokban, idős otthonokban, amiről itt sok vita folyik, és ahol leginkább kritikus a helyzet, az ott dolgozó ápolók, Rónai úr, nem kapnak egy büdös fillért se. Az ő munkájuk nem ér annyit, mint egy másik ápolói, aki kórházban. Teljesen jogos kérdés. Hogy a nyugdíjasok most kapjanak pénzt. Hol van ebben a megszorítás, Rónai úr? Hogy a cégek bérének általában a 80%-át vegyék át, és ne várják meg, míg tönkre mennek a cégek. Most nézze meg, amiről beszéltünk, hogy hol tartanánk. Ha április elején, március végén a kormány a minden idők, négyszer minden idők legnagyobb csomagjával, ami általában összesen 200 cég jelentkezett be egyáltalán, mert annyira használhatatlan volt. Azt csinálta volna, amit mi mondunk, és csak egy hónapon keresztül azt üzente volna a cégeknek, hogy nyugi gyerekek, ne rúgjátok ki az embereket, mert a 80%-át fizetni fogjuk a béreknek. És már most május elején, közepén ezek a cégek újraindulhatnak. Ön szerint hány ember tarthatta volna meg a munkahelyét? Hány cégvezető döntött volna úgy, hogy jó, akkor ezt a fél hónapot, egy hónapot, két hónapot, akár három hónapot, de kibírom fél lábon, mert látom, hogy számíthatok a közösségre, a kormányra. Ilyen program nem volt, Rónai úr. És nem megszorítást kértünk, és nem, mi volt a másik, segélyekről beszélünk, hanem arról, hogyha egy láthatóan átmeneti válság van, akkor legyen kedves ez a közösség, akik néhány 10 000 milliárd forintot évente adóformájában összedobnak, segítsenek már azokon, akik önhibájukon kívül bajba kerültek, átmeneti jelleggel. És bármilyen közmunkaprogramról beszélünk, Rónai úr, bármilyen fantasztikus, mindenkinek adok majd munkát a jelenlegi helyetről beszélünk. Ugye az reálisan mindenki érti, hogy az nem holnap reggel lesz, mert nem tud holnap reggel lenni. Ha a kormány a legjobb közmunkaprogramot találja ki és szervezi meg, az is hónapok, mire elindul. Addig mi lesz ezekkel az emberekkel? És ha ez valaki szerint segélyezés, meg megszorítás, amiről mi beszélünk, azt gondolom nem figyel oda arra, amit mondok, és akkor most nagyon-nagyon visszafogottan fogalmaztam. Önök például most azt kérik, hogy az álláskeresési időt 9 hónapra változatlan lesz. 100 000 forint minimum. 100 000 forint remeljék fel. Hiszen gondoljon bele, hogy a 3 hónapból egy másfél már lement azoknak, akik a válság elején kiestek. Ha majd szeptemberben vagy augusztusban lesz csak az első közmunkaprogram, Rónai úr, akkor mondjuk egy hónapig egy család mit csinál? Itt most van egy, ahogy említette is, egy petíciós kampányok, amit elindítottak, és abban van egy számomra új elem, ezt eddig én önöktől nem hallottam, de lehet, hogy figyelmetlen voltam. A 60-65 év közöttiek kedvezményes nyugdíjának lehetőségét nyitnák. Ez is tapasztalati úton is. Azért, mert ők kapnak a legkevesebb munkát egy válság után? Azért, mert elképzelhetetlen, igen. Tehát, hogy mondjam, nem elképzelhetetlen, a nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy pont a nyugdíjkorhat, ugye
alaphelyzetben is ők találnak, ha esetleg elvesztik a munkájukat, az utolsó pár év nyugdíj előtt lévő emberek találnak a legnehezebben munkát. Mert vagy túlképzettek, vagy fizikailag már nem alkalmasak, vagy nem tekintik őket alkalmasaknak, mi sokszor nem igaz, de akkor is inkább fölvesznek egy 20 éves pályakezdőt. Tehát nekik nagyon nehéz elhelyezkedni alapon. Most ilyen helyzetben gondolhatja, hogy még esélytelenebb a dolog, és a korengedményes, korkedvezményes nyugdíjrendszer, amit a Fidesz felszámolt, hát legalább a válságba visszahozhatnák, hogy... Nem tudom elképzelni egyébként, hogy a 63 éves Kovács József mondjuk el fog menni majd a kormány hivatal udvarát lapátolni vagy söprögetni. Lehet, hogy erre fogják kényszeríteni. De azt gondolom, meg azt gondoljuk, mi például baloldaliak, hogy Kovács József mondjuk 40 év, 35 év ledolgozott munka után lehet, hogy megérdemelne annyit az országtól, hogy egy-két évvel egy ilyen helyzetben korábban elmehessen nyugdíjba, és tisztességgel lehessen otthon, nem beszélve arról, hogy a vírusjárvány ezekre az emberekre potenciálisan életveszélyes. Mit gondolja a járványügyi korlátozások feloldásáról, vagy könnyítéséről vidéken, és megtartásáról Budapesten? Nézem, mi azt mondtuk ma, és ezt tudom itt is megismételni, hogy a kormány felelőssége, hogy a feltételeit biztosítja ennek, ma ezt nem látjuk. Amíg a raktárakban állnak hegyekben az eszközök, és nem az embereknél vannak, és ez nem változott. Tehát ment a vita arról, hogy ez állami raktár, vagy magánraktár, ebből is kiderült, hogy magánraktárban áll. Ment a vita arról, hogy most 70 millió, 80 millió, vagy 10 millió, teljesen mindegy. Mi azt kértük, hogy minden magyar állampolgár annyi jogon kapjon egy maszkot. Azt mondtuk, hogy... Mondjuk azzal messze nem megy egy darab maszkor, ha az nem mosható. Azt én értem, de a minimális feltételét megadja, ugye, annak, hogy például betartsa a szabályokat. Azt mondtuk, hogy a 65 év felettiek mindannyian kapjanak egy csomagot, kézfertőtlenítőt, rendes FFP2 vagy 3, leginkább 3-as maszkot, mert ugye az az, amelyiket ő hosszú távon tudja hordani. És nyilván azokat a további dolgokat, amikre szüksége van ahhoz, hogy tudja, hogy mihez kelljen igazodnia. De ez sem történik, Rónai úr. Tehát, hogy ha azt mondta volna most a kormány, hogy oké, mindenkit ellátok mondjuk 65 év felett ezekkel az eszközökkel, és megcsinálom a lazítást, akkor lehet olyan mondatot hallott volna tőlem, amit már régen, ugyan egy-két intézkedésnél, például az egészségügyi 500.000 forintnál, amit szintén mi javasoltunk, hogy ezt tudjuk támogatni a kormánynak. Értem. De nem ezt látjuk. És a felelősség óriási, Rónai úr, mert lehet azt mondani, hogy nagyon reméljük, hogy ez a vírusjárvány most nem fog berobbanni, de én ide a bököt, hogy ők sem tudják. És ez a felelősség az övék. Valószínűleg pontosan senki nem tudja, de felelősség valóban a kormány. Harangozó Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.